Folytatjuk is a következő vendégünk, Törlei Katalin, akinek a neve mellé most már nem csak azt írjuk oda, hogy tanítanék mozgalom, hanem hogy a Kétfarkú Kutyapárt egyik LP képviselőjelöltje második helyen, Lé Marietta, ugye az Átlátszó újságírója, a korábbi újságírója után. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Olvastam a 444-nek adott interjúját, amiben azt mondta többek között, hogy ez a képviselői hely, ami hát azért kutatások szerint akár befutó hely is lehet ez a második pozíció, olyan lehetőségeket, amivel a mozgalom is erősödhet, az oktatás ugye is erősödhet, no pláne még akár be is juthat a magyar parlamentbe, ahonnan ki van tiltva, viszont ugye az oktatás az mindig egy nagyon szuverén nemzeti hatáskör. Ennek azért ellentmond ez a bizakodás, ami mondatja önnel az, hogy itt talán ezt az ügyet fel tudják hangosítani, de érdemben mit lehet tenni uniós szintéren? Hát egyrészt szerintem az nagyon fontos, hogy ebben a kialakult helyzetben, ahol a státusztörvénnyel, a sok felmondással, a tanárok megfenyegetésével, kirugdósásával valahogy elhallgattatták azokat, akik hosszan, több mint két évig tiltakoztak folyamatosan az oktatás állapota miatt, hogy ebben a helyzetben valamilyen módon új hangot, új terepet lehet adni ugyanannak az ügynek, amit most már évek óta viszünk, tehát ez is nagyon fontos. Egész egyszerűen azt gondoltuk, hogy eljött az ideje annak, hogy a nagy politika eszközeit a saját szakpolitikai küzdelmünk szolgálatába állítsuk, és ez egy lehetőség erre. Másrészt pedig valóban az oktatás, a közoktatás az tagállami hatáskörbe tartozik, és ez rendben is van így, de vannak egyrészt bizonyos olyan európai értékek, amiket azért érvényesíteni kellene, vagy érvényesítetni kellene az egyes tagállamok közoktatásában, és bizony Magyarországon ezek nem érvényesülnek, és nagyon rossz válaszokat ad ez a hatalom azokra a kérdésekre, amik egyébként Európa szerte felmerülnek az iskolarendszerrel kapcsolatban. Másrészt pedig viszont vannak olyan területek, amik nagyon szorosan összefüggenek pont azokkal a problémákkal, amikkel a magyar oktatási rendszer küzd, és amik viszont európai hatáskörbe tartoznak. Ide tartoznak például a gyermekjogok, és azoknak a tiszteletben tartása, és most itt nem is feltétlenül az elmúlt két hét iszonyatos, tragikus botrányáról beszélek, hanem arról, hogy a gyerekeknek, a magyarországi gyerekeknek sérül a tanuláshoz, művelődéshez való joga azzal, hogy milyen helyzetben vannak az iskolák, de vannak más területek is, munkavállalói jogok, roma szegregáció ügye, emberi jogok, és sorolhatnám, amikben viszont törvény előkészítő és törvényhozó hatalma van az Európai Parlamentnek, és ahhoz alkalmazkodniuk kell a tagállamoknak. Pont szerettem volna idehozni ezt a pénteki civil tüntetést, amivel kapcsolatban ugye az nagyon látványos volt azon túl, hogy mennyien mentek utcára, hogy konkrétan több mint 200 millió forintot sikerült összegyűjteni, tehát egy kézzelfogható eredménye volt ott egy közös akaratnak, ami megnyilvánult a Hősök terén. Ez mutat-e példát a hasonló társadalmi ügyek képviselőinek, hogy hogyan lehet még hatékonyabban mozgalmasítani, társadalmasítani akár az oktatás ügyét, aminek ilyen kézzelfogható haszna lesz? Én azt hiszem, hogy inkább erőt ad és cselekvésre buzdít. És ezt nagyon nem csak a különféle civil mozgalmak vagy szervezetek kapták meg ezt az erőt, vagy ezt a cselekvésre buzdító, felhívó energiát, hanem a magyar állampolgárok sokasága, akiknek legalább egy lépést kellene tenni, hogy egy változás, vagy egy pozitív változás felé elmozduljunk. Ez itt most ugye mindenkit megrázott, ami történt, és ami kiderült, és szerintem azt tudatosítani kell, hogy a gyermekvédelem az nem egy absztrakció, annak vannak szakemberei, meg van egy rendszere, de valójában mindannyian, minden egyes magyar állampolgár felnőtt, az része ennek a gyermekvédelmi rendszernek, és a jelzőrendszernek, és tudatosítani kell magunkban a saját felelősségünket. Egyébként pedig tudatosítani kell azt is, hogy ennek az ügynek kik voltak a felelősei, kik még a felelősei, hol vannak a válaszok, amiket nem kaptunk meg, illetve szakmai válaszokat kellene adni arra,
a helyzetre, amiről most nagyon sokan beszéltek a tüntetésen is, hogy milyen áldatlan állapotok vannak a gyermekvédelem rendszerében, hogy mennyire kivéreztetett az egész, hogyha a közoktatásról nagyon súlyos és tragikus szavakkal beszéltünk évek óta, hát lehet, hogy a gyermekvédelem rendszerénél még súlyosabb állapotban van, és ezért indítottunk el egyébként egy ilyen szakmai válaszokat követelő petíciót is, mert nem csak a történtekre kell fényt engedni, hanem valódi szakmai válaszokat kell adni. Egy kicsit személyesebb kérdésekkel szeretném befejezni, hogy ez a lehetőség és a Tanítanék Mozgalomban végzett munka, az mennyire, nyilván rosszul az, hogy feletteti. De ami a Kölcsei gimnáziumban való távozásra, ugye egyike volt azoknak, akit a polgári engedetlenségben való részvétel miatt szoktak engem a nézők azzal vádolni, hogy a kirúgás szót miért használom, de inkább azért, mert hogy ez visszaadja azt, ami történt, meg annak az erőteljességét. Szóval feletteti? Jelzik a tanítás? Nem feletteti. Hogyan gondol vissza arra, ami akkor történt, és azóta történt? Az továbbra is egy fájdalmas dolog. Én valóban meg vagyok győződve arról, hogyha én még mindig taníthatnék, mert nem bocsájtottak volna el, illetve nem jött volna ez a státusztörvény, amit viszont nem tudtam volna elfogadni, akkor ez az egész európai parlamenti indulás, ez nem merült volna fel bennünk, akkor én járnék be szépen az óráimat megtartani, és amellett végezném az aktivista munkámat. Nem feletteti, viszont azt gondolom, hogy értelmes dolgokat csinálok, és fontosakat, és nekem ez az ügy azért az életem nagy projektje, a Tanítanék, és az, hogy a közoktatást valahogy felemeljük, és egy élhetőbb rendszerré tegyük. Úgyhogy ilyen szempontból viszont jól vagyok. És mi lett azokkal a gyerekekkel és azzal a tantestülettel, ami ott ugye a gyerekek többen érettségi környékén veszítették el a tanáraikat, mert erről kevesebbet beszélünk, miközben ugyanolyan fontos. Hát őket nagyon megrázták akkor a történtek, és nehéz volt egy jó pár hónapig a gyerekközösségnek is, meg a tanári közösségnek is. Most már valamennyire túl vannak rajta, de amikor néha bemegyek, most voltam például tablófotózáson, és összefutok volt tanítványaimmal, azok mindig ilyen nagyon megható és szívmelengető pillanatok, tehát hiányzunk egymásnak. És egy szóval nem mondták, hogy akkor nem kellett volna engedetlenkedni, és akkor ott lennének egymásnak? Nem, ők megértették pontosan, hogy miért csináltam, amit csináltam, és én sem bántam meg egy pillanatig se. Ezek a gyerekek mondjuk ugye lassan már választanak. Ez egyértelmű, hogy akkor ők a politikában most már sokkal aktívabbak lesznek, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy most a saját bőrükön tapasztalják meg, hogy mit jelent a szó nemes értelmében a politika kiállni valamilyen ügyért, nem a pártpolitika. Egész biztos, hogy történt egy elmozdulás aktívabb irányba a fiatalok körében. Nem ismerem a statisztikákat, meg a kutatásokat, hogy milyen arányban lesznek aktív választópolgárok, de akik átélték ezeket a tiltakozásokat, akik átélték a tanáraik elvesztését, vagy azért, mert elbocsájtották őket, vagy azért, mert fel kellett mondaniuk, mert ezt nem bírták, azok biztos, hogy komolyabban gondolkoznak azon, hogy nekik állampolgárként milyen cselekvő szerepük van. Törlei Katalin, köszönöm szépen. Köszönöm.